Újpest arcai, Zsófi, Klaudia, Krisztián és Körtisz talpig újpesti színekbe öltözve álltak a kamerák elé az újpesti ajándékboltban. A négy tehetséges és talpra esett fiatal kulturális és jótékonysági eseményeken képviseli újpesti fiúságát, ők lesznek a plakátokon és a szórólapokon Újpest arcai. A fiatalok saját játékaikkal érkeztek az ifjúsági házba, hisz ők is részt vesznek az újpesti charity karácsonyi játékgyűjtésében. Újpest arcait az idei városnapok egyik záróakkordjaként megrendezett szépségversenyen választotta ki az újpesti hírességekből álló öttagú zsűri. A 19 éves Gabaj Zsófiát a legszebb újpesti lánynak, a 11 éves Illés Klaudiát a legszebb újpesti kislánynak, a 12 éves Molnár L. Krisztián pedig a legsármosabb újpesti fiúnak szavazták meg. Városunk híres szülöttjét, a futballista rapper Körtiszt, Wintermantel Zsolt személyesen tüntette ki a megtisztelő Újpest arc a címmel. Büszke vagyok rá, hogy újpesti vagyok. Hirdetem is, hogy ebbe a városba születtem és itt élek. A legnagyobb slágerem is pont ugye az Újpesten egyedem is erről szól, hogy én egy lokálpatrióta vagyok, amit szerintem sikerült is mindenkivel megértetnem, és hirdetem mindenhol, ahol fellépek az egész ország területén. Klaudia, Zsófi és Krisztián Újpest arcaiként egy-egy portfóliófotózást is nyertek 300 ezer forint értékben, hisz ők lesznek a plakátokon és szórólapokon Újpest arcai. Mivel mindannyian lelkes lokálpatrióták, az újpesti ajándékboltban is készültek képek róluk, talpig újpesti erekékbe öltözve. Nagyon sok olyan termék megtalálható, ami szerintem nagyon jó ajándék így karácsonyra. Például a kulcstartós dolgok, vagy esetleg a karkötő, és tényleg nagyon sok barátom szereti Újpestet. Szóval szerintem ez egy jó ajándék lenne mindenkinek. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban néhány hónapja nyílt kis üzletben, ugyanis modern városi ruházatot, pólókat és baseball sapkákat is találhatunk, az újpesti relikviák, kabalák, emlék- és ajándéktárgyak, irodalmi kiadványok, kiegészítők, papíráruk mellett. Újpest arcainak sminkjét a sminksulisok készítették a fotózáshoz. A frizurákról kis szemán Andrea gondoskodott a Petőfi Sándor utcai Kleopátra fodrászatból. Mikor megláttam ezt az akciót az újságban, akkor otthon azonnal körbenéztem, hogy hát ha találok olyan játékot, amit esetleg behozhatnék, amivel már én nem játszok, és behoztam, de még annyira nem néztem körbe, úgyhogy többet is fogok nézni, és akkor behozom a többit is, amivel nem játszok már. Újpest arcai a fotózás közben elárulták, hogy szívesen töltik szabadidejüket a városrészben, kedvelik az újpesti rendezvényeket, programokat. Itt ülnek be cukrászdába vagy kávézni, Újpesten szeretnek szórakozni, és a közelgő ünnepeket is itt töltik a városrészben. Többször találkozhatunk majd velük az újpesti karácsonyi rendezvényeken. Én például hoztam már, ahogy itt hátul látható, plüssmackót, meg ilyen ajándékokat, amit már nem használnak, és majd megyünk el a nyugdíjasokhoz felolvasni egy kórházba. Majd lesz ilyen jótékonyság, az egyik iskolába fel fog lépni Flortom, és mi is ott fogunk lenni, és képviseljük Újpestet továbbra is.